Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Ma Háromszékre látogatunk, Jakab Orsoly a kolléganőm, Tamás Sándorral, Kovászna megye tanácsának az elnökével beszélget az elmúlt időszakról, valamint az idei szuperválasztási év kihívásairól. Tartsanak velünk, kezdünk! Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Ma egyfajta külön kiadással jelentkezünk, kirendelt stúdiónkból, Kézdivásárhelyről, a Kézdivásárhelyi Vigadó ad otthont ma itt a 24 plusznak. Helyi témát, azaz megyei témát hozunk Önöknek. Azt mondják Kovászna megyében, hogy nehéz időkben az együttműködés hozhat csak eredményt. És hát ennek fényében, ennek védjegye alatt, az együttműködés védjegye alatt vágtak bele az idei évbe is, és szövik terveiket a közösség érdekébe. Ilyen például egy nagy terv a vidéken élő közösségeknek a támogatása, de az egészségügyi intézményi háló felújítása, felszerelése, hiszen ennek folytatódnia kell. Az elkezdett munkát be kell fejezni, vélik sokan itt Háromszéken. De hogy mindezek mellett hogyan találhatják meg az együttműködést választópolgárokkal egy nagyon kemény választási évben, erről is szó lesz mai műsorunkban. Tartsanak velünk, kezdünk. És hát köszöntöm itt ma esti vendégemet, Tamás Sándor, Kovászna megye tanácsának elnöke. Jó napot kívánok, jó estét kívánok, elnök úr! Kezét csókolom, Orsolya, köszönöm szépen a lehetőséget. Elnök úr, ugye itt olvasva, hogy milyen tervek születtek Háromszéken a 2024-es évre, milyen költségvetési keretekből. Azt láthatjuk, hogy stratégiában, hosszú távú tervekben gondolkodnak, és hát tovább szeretnék vinni mindazt a munkafolyamatot, ami elkezdődött tavaly. De azt is mondják, hogy egy nagyon nehéz év után az idei év sem lesz könnyebb, viszont a terveket tovább kell vinni. Az egyszerű állampolgárok azt látják, amikor ezeket a terveket olvassák, hogy nagyon jó és nagyon szép, hogy megígéri nekünk a vezetőnk, megígérik intézmények, hogy bizonyos irányba fogunk tartani, de hogy az érdekli az embereket, hogy jobban fognak-e élni, lesz-e jobb lehetőségük az itt maradásra, a megélhetésre, jobb oktatási intézményeik, jobb egészségügyi ellátásaik. Ilyenkor mi a jó válasz, elnök úr? Mit tud ehhez hozzátenni Háromszék, a háromszéki vezetés? Köszönöm a kérdésfelvetést, ez elég bonyolult, de ha egyszerűsíteni szeretnénk, akkor röviden annyit, hogy nem függ minden tőlünk. Mert hogyha minden kérdésnek a felvetése és annak a megoldása elsősorban tőlünk helyi, megyei vezetőktől függne, akkor egészen biztos, hogy jobban és gyorsabban mennének a dolgok. Viszont ezer szállal kötődünk napi rendszerességgel és ezer szállal a bukaresti kaotikus országvezetéshez. És hát látjuk az elmúlt napokban, hetekben is mennyi politikai spekuláns került elő, és hogy próbálnak spekulálni akár a választások összevonásával, akár más kérdésekben. Na most, ugye az emberek azt várják el, hogy gyorsan megoldjuk a felmerülő problémákat. Viszont a megoldáshoz szükséges, mindig szükséges valamilyen bukaresti intézmény, hivatal, igazgatóság, minisztérium jóváhagyása, engedélye, netán pénzforrása is. És ha látjuk azt, hogy ott mi történik, ami a nyilvánosság előtt zajlik, akkor az a gond, hogy az elbonyolítja az ügyek megoldását. Úgyhogy az emberek elvárása jogos, hogy gyorsabban és jobban dolgozzunk, viszont azt is be kell látni és meg kell érteni, hogy nem mindig, sőt az esetek többségében nem rajtunk múlik a gyors munkavégzés. Mindezzel együtt a legfrissebbi felméréseink szerint az emberek Háromszéken mégis szét tudják ezt választani. Hiszen amikor azt kérdeztük, hogy az ő vélemények szerint az országban jó vagy rossz irányba mennek a dolgok, akkor mintegy 80% azt mondja, hogy az országban rossz irányba mennek a dolgok. Mikor azt kérdeztük, hogy az ő véleményük szerint a saját településüken, a megyében jó vagy rossz irányba mennek a dolgok, akkor több mint 2/3, 70% azt mondta az embereknek, hogy jó irányba mennek a dolgok. Tehát azt én értékelem, és jól esik az, hogy az emberek is értékelik, és szét tudják választani azt a munkát, amelyet viszünk, próbálunk megoldani kérdéseket, és azokat az eredményeket, amelyek ide tartoznak, és el tudják választani attól a balkáni, ilyen haotikus mozgástól, amely Bukarestet
jellemzi. Tehát ilyen, ebben a kontextusban, mindig a kontextust kell megvizsgálni, milyen kontextusban dolgozunk és élünk. Ebben a kontextusban azt látjuk, hogy mondjuk az elmúlt 10-15 év távlatát nézve, hogy az egészségügyi rendszerünken próbáltunk lényegesen javítani. Ma már oda jutottunk, hogy már minőségi javítás folyik, nem csak építkezés folyik, mert az elmúlt években rengeteget építettünk a megyei kórház területén azon belül, de a megyében lévő más egészségügyi intézmények esetében is, hanem a minősége, az egészségügyi szolgáltatás minőségén is próbálunk javítani. Nem vitás, rengeteg vita van, és rengeteg elégedetlenség, rengeteg hiba is van, ez kétségtelen, mert hogy az élet az nem egy ilyen diadalmenet, hanem tele van. Hát az egészségügy végképp egy olyan terület, ami azt hiszem az országban mindenhol problémát. Így van, viszont ha a kontextust nézzük, ha az egész országot nézzük, akkor mégis Háromszéken az egészségügyi rendszer stabil tudott maradni, akár a Covid alatt, nem égetlen állunk egyetlen egy kórház sem gondatlanságból, vagy más műszaki hibából kifolyólag. Működött az egészségügyi rendszer, és folyamatosan Covid alatt is, és utána is folyamatosan Európai Uniós pénzből, kormányzati forrásból, saját költségvetésből el tudtunk kezdeni fizikai építkezéseket. A felszerelések tekintetében is hasonló, és a harmadik része a kórháznak, az pedig a tartalmi része. Nyilván itt is van még elég sok csiszolnivaló. Ez elsősorban a szakszemélyzet és a betegek közötti viszonyra gondolok, és a szakszemélyzet viszonyulása az ellátottak irányába. Van, amin dolgozni, ezzel foglalkozunk. Ez egy olyan kérdés az egészségügy, amellyel nem lehet választást nyerni. Viszont ha az ember nem foglalkozik vele, akkor nagyon látszik, hogy vannak hiányosságok. Ez az elsődleges, legfontosabb ügyünk az egészségügyi rendszer minőségének a növelése. Az idei terveket szemlézve láthatjuk azt, hogy ha már egészségügyről beszélt elnök úr, akkor mindenképp beszéljünk arról is, hogy szerepel a vidéken élő közösségek felzárkóztatásában az a pillér is, miszerint az orvosi rendelők, házi orvosi, családorvosi rendelők felújítása partnerségben a megyei tanács és a helyi önkormányzatok által elindul egy nagyfokú felújítási folyamat. Miből sikerül ezt megvalósítani, hiszen mindenhol szükség van az országban a vidéki háziorvosi rendelőkre, de azt látjuk, hogy más szintéren nem történt lépés ez irányba. Miért nem, és önöknek miért, hogyan sikerülhet ez? Valószínű, mert jól gazdálkodunk. Nézze, ez a kérdés és a kérdéskör, amit feltette, egy nagyobb rendszer része. Első sorban is a gondoskodás, az együttműködés része, az imént említette, igen, úgy neveztük el a költségvetésünket, hogy 2024-es költségvetés a gondoskodás és az együttműködés költségvetése. Azért, mert azt látjuk, hogy minél inkább válságos egy időszak, annál inkább nagyobb szükség van és nagyobb a hangsúly helyeződik az együttműködésre, az egymás iránti megértésre, a gondoskodásra, hiszen kétségtelen, hogy válságban vagyunk. Tehát itt van az ország határán van egy háború, ami a biztonságunk érzetét rengette meg, még akkor is, hogyha nem érezzük minden nap a saját bőrünkön a puskapor szagát, de érezzük a válságot, és a válság okozta árdrágulás következtében azt az inflációt, azt a nehézséget, amivel küszködünk. Tehát a gazdasági értelemben is egyfajta válság van. És nyilván látjuk ezt a politikai válságot, ami Romániában körbevesz egy-két éve, és amely fokozódik az idei választásra való tekintettel. Tehát ilyenkor, amikor válságos időszak van, akkor sokkal jobban meg kell erősíteni azokat a szövetteket, azokat a kapcsokat, amelyek a társadalomban léteznek. Egyébként ez a székely társadalom sajátja is, hiszen nagyon jól tudjuk a történelmünkből, hogy sokkal érzékenyebbek vagyunk, szociálisan érzékenyebbek vagyunk, akár más népek fiainál, akár pedig abban az időszakban, amikor krízis helyzet van. És akkor kétségtelen, hogy a költségvetésünket is így raktuk össze. Olyan programokat indítottunk el, amelyek a vidéki közösségeket, elsősorban a vidéki kisközösségeket erősíti. Mert legyünk őszinték, a két nagyobb város a megyében, Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely jól el van
azért persze sok nehézséggel, de azért ugye elvannak a saját költségvetésükkel, és tudnak fejleszteni. Viszont gondoljon bele egy olyan kis közösségbe, ahol 900-an, 20-ezren élnek, ott is hasonló minőségű életet kell biztosítani. Tehát a célunk az, hogy élhetőbbé tegyük a vidéket. Az a célunk, hogy a vidéken lakók életminősége az a városi életminőséggelhez közelítsen, azzal legyen egyenértékű. Ugyanis Kovászna megyének 55%-a vidéken, falun él, 45%-a városon. És a városi lakosság 80-85%-a viszont 1000 szállal naponta kapcsolódik, kötődik a vidékhez. Ez a sajátossága a megyének. Éppen ezért azt szeretnénk, hogy a vidéki életminőség, és itt nem csak a vízcsatorna, úthálózat, aszfalt épületekre gondolok, az is fontos, hiszen ez mindennapi igényeink, hanem ennek a hátterében mi van, az a kulturális töltet, az a gyerekek számára, az oktatási intézmények rendbetétele, a gyerekek számára a szabadidő eltöltésének a minőségi lehetősége, a fiatalok hol szórakoznak, mert hogyha egy településen egyetlen egy kocsma van összesen, akkor egészen biztos, hogy az a kocsma megtelik. Hogyha a településen a kocsma mellett van egy kultúrotthon, van egy játszótér, van egy sportbázis, van egy ifjúsági tér, akkor egészen biztos, hogy a kocsma helyett, vagy abban kevesebb eséllyel, de több eséllyel máshol. Ha van tehát van közösségi élet. Közösségi élet a fontos, igen. És az imént idéztem, itt korábban mondtam, ezt mondtam 4 évvel, 8 évvel, 12-vel, 16-tal, mindig ugyanazt mondtam, amit most, hogy nem betonnal, vassal, aszfalttal, üveggel lehet közösséget építeni. Fontos az út, híd, kórház is, ez rendkívül fontos, hogy tartsuk rendben a sáncot, hogy legyen iható az ivóvíz, hogy a gyerekeink korszerű iskolába járjanak, de ez még mind nem elég ahhoz, hogy a székely társadalmat, a székely közösségünket közösségi életre, erős, alkotó közösségi életre tudjuk irányítani. Elnök úr, az is elhangzott öntől egy interjúban, hogy az egyik legnagyobb kihívás, és hát nem csak az idei évben, az elmúlt időszak legnagyobb kihívása, az a társadalmi, közösségi apátia, érdektelenség, amivel nagyon sok szinten szembesülünk. És hogyha azt mondjuk ma Háromszéken, hogy az együttműködés hozhat eredményt, akkor kérdés az, hogy ebből az érdektelenségből, ebből az apátiából hogyan lehet együttműködésre ösztönözni a társadalmat, és kimozdítani, hogy igenis van amiért, és van akiért tenni. Nézze, tehát egy olyan közösségben, ahol viszonylagos politikai stabilitás van. Egy olyan közösségben, itt Háromszéken, ahol megyeszinten 72% magyar közösség van, 23% román közösség van, 5% cigány közösség van. Megyeszinten, de hogyha lebontjuk, vannak falvaink, községeink, ahol 100%-ban magyar közösség van, abban kétségtelen, hogy egy picit olyan nyugodtabban, kellemesebben dől hátra az ember, mondjuk, mint nagyanyedi magyar közösség, ahol 20%-on, mélyen 20%-on aluli a magyar közösség, és mások az etnikai viszonyok, vagy akár önöknél Marosvásárhelyen, amit látunk és érzünk mi is innen messziről. Tehát itt Háromszéken egy picit, ha úgy tetszik, akkor nyugodtabb az élet. Hogyha fejlődés van, hogyha politikai stabilitás van, hogyha kiszámítható jövőtervezés van, akkor az emberekkel, családok egy kicsit hátrább dőlnek, mint ott, ahol folyamatos front vonal van. Nálunk néhány éve, jó néhány éve nincsen frontvonal. Viszont ennek megvan a jó és a rossz oldala. Általában úgy szokott lenni, hogy ami a jó, az általában a hátránya is szokott lenni. Tehát hátrány olyan szempontból, hogy akár választáskor, akár más alkalmakkor egy kicsit nyugodtabb a közösség. Hát aztán úgyis, tehát úgy sem történik olyan nagy dolog, nem tud nagy dolog történni. Márpedig tud nagy dolog történni sajnos, és ezt meg kell mutatni, rá kell mutatni. Igen, azt mondtam néhány héttel ezelőtt, még az év legelején, hogy 2024-ben két dolgot kell nekünk legyőznünk. Egy a román AUR-t és a magyar közönyt. Ez a román AUR Háromszéken miért jelenthet veszélyt? Háromszéken is jelen van.
és a tagjaik között vannak magyarok is különböző településen. Ez nem jelent túl nagy arányt, tehát nem kell ettől megijedni. A román AUR nem három széken jelent nagyon nagy veszélyt, hanem országos szinten jelent nagyon nagy veszélyt. Tehát éppen ezért mondom, hogy miért, ugye három széken azt mondják az emberek, hogy nem jelent nagy veszélyt, hát itt nincsenek különösebben. Persze néhányszor megjelenik Dantanásze, meg Ordibár, de nem különösebben. De nem itt hozzák a döntéseket három széken a jövőnkről. Tehát három széken a jövőnkről a döntéseket Bukarestben hozzák. És ebben a pillanatban az AUR országos szinten plusz 20%-on áll, és Sosoak plusz 5-7%, ezek ketten összesen már 27%-on vannak. A legnagyobbnak mért párt is, a PSZD, az is 30%-on áll konstanson. Tehát elképzelhető az, hogy meg fog erősödni az a nacionalista vonal, amely tulajdonképpen, és kimondom ebben a stúdióban is, amely tulajdonképpen kizárólag ortodox és kizárólag román Romániát képzel el. Azok az erdélyi magyarok, akik esetleg szimpatizálnak vagy csatlakoztak az AUR-hoz, azoknak mit lehet ma ellenérvként mondani ön szerint? Én szerintem a józan észre kell mindig appellálni. Tehát minél inkább látjuk azt a spekulációt, ami Bukarestben folyik különböző román pártok részéről, annál inkább megerősödik, azt gondolom, az emberekben az, hogy a mi politikai közösségünk, az RMDSZ a józanész politikáját viszi, a nyugodt erőpolitikáját viszi. A józanészre kell appellálni. Meg kell mutatni például ezeknek az embereknek azt a karácsonyi üdvözlő lapot, amit egyébként háromszéken minden postaládában minden magyar ember is megkapott, az AUR küldte kétnyelvű. Milyen jól esik az embernek, hogy a karácsonykor a saját anyanyelvén üdvözlik, viszont azon az üdvözlő lapon azt írja, hogy 2024 a románok éve, és magyarul beszélő román testvéreim, tulajdonképpen ti is románok vagytok, mert egy országban élünk. Tehát amit az imént említettem, egy nagyon erős megfogalmazás szerintem, az AUR kizárólag ortodox és kizárólag román Romániát képzel el, ez az ő jövőképük. A többi román párt, a hagyományos román pártok, akár a szociáldemokraták, akár a liberális párt, régebben a paraszpárt vagy a pedelének nevezett pártok, bár ők is román érdekeket képviseltek, de az ő jövőképükben mégis benne voltak a romániai más közösségek is, így a magyar közösség is. Rengeteget vívottunk velük, hergelődtünk, de valahol eredményre jutottunk el, valahol tárgyaltunk, és különböző eszközökkel eredményt tudtunk elérni. Viszont az AUR-ral szemben ilyen egészen biztos, hogy nincsen. Tehát ők kizárólag ortodox és román Romániát képzelnek el, ebben a jövőképben mi nem vagyunk benne. És ha már ennyire belevágtunk a választásokat érintő témáinkban, akkor arra is kíváncsi vagyok, hogy ugye a választások előszelét már itt részben háromszéken is érezhetjük, vagy nem tudom, ezt mondja meg ön. Az Országos Korrupció Ellenes Ügyészségnek a vizsgálódásai, ami elkezdődött háromszéken ugye a prefektusi hivatallal szembe, ez minek tulajdonítható? Miért most, és miért a prefektus úr ellen? Tehát nem a hivatallal szemben, hanem a prefektussal szemben indult el. 14 helyen volt egyszerre házkutatás ebben a megyében, ami nem is látszott a külvilág számára. Kerestek egy mondva csinált feljelentés alapján, kerestek valamiféle bizonyítékokat, de nem találtak sehol ellene. Egyrészt azért, mert nincs. Én rég ismerem Rádu Istvánt, aki korábban Uzonközség polgármestere volt, most Kovászna megye prefektusa. Egyrészt emberi tartása, másrészt pedig szakmai működése. Egészen biztos, hogy kezem tűzbe merem tenni érte, hogy nincsen olyan a hátam mögött, amit kerestek és amivel el akarták áztatni. De egy erőfitoktatás történt, az egészen biztos, hiszen hogyha bármilyen ügy van, akkor arról aktákat kell kérni és ki kell vizsgálni, nem pedig 14 helyszínen ilyen maszkosokkal megjelenni és ijeszgetni különböző településeken, kisebb vagy nagyobb településeken, akár a lakosságot is. Ebben nyilván, hogy van egyfajta erőfitoktatás, sejtjük ennek a hátterét, nyilván tudni nem tudjuk, mert nem voltunk ott, vagy nem vagyunk ott annál az asztalnál, ahol a döntéseket hozzák ebben a kérdésben, viszont azt látjuk, hogy, és
amit ön mondott, az összefügg azzal, amit az emberek percepciója. Az emberek percepciója is az volt erről az esetről, hogy na, jól kezdődik ez az év, így fog egész végig tartani, mert hogy választások jönnek. Tehát valószínű, hogy ez is van a hátterében. Egyrészt, amit ön mondott, másrészt, amit hallottunk az emberek részéről ezzel az akcióval szemben. Nem 2024-ről szólnak ezek az idei választások. Ugye azt mondta ön, hogy a 2024-es választások. Az a lényeg, hogy a 2024-ben esedékes választások, azok nem 2024-ről szólnak, nem 2025-ről szólnak, hanem hosszú távról szólnak. Különösen egyrészt azért, amit az imént is említettem, hogy milyen jövőképe van egy-egy román politikai pártnak, hogy az országgal kapcsolatosan, az ország lakosaival kapcsolatosan. Másrészt meg azért is, mert közigazgatási átszervezést készítenek elő. Ebben a közigazgatási átszervezésben pedig nem csak az van, hogy akkor 2-3 községet összecsatolnak, hogy legyen 5000-en felül, hanem az is benne van, hogy felszámolják a megyéket. A jelenlegi, vagy a, ha úgy tetszik, akkor ezer éves múlttal rendelkező térségeket, megyerendszer. Ezekről a napvilágot látott tervekről többször is beszéltünk, de arról is, hogy ugye nem a következő 4 évről szól ez a választási év, nem csak a következő 4 évünket határozza meg. Engedje meg, elnök úr, hogy ha már így választások, és nem csak a következő 4 év kapcsán, arra is rátérjünk, hogy ugye ön közel 30 éve szerves része az erdélyi magyar politikai életnek, és a székelyföldi politikai élet képviselőjeként van jelen, 5. elnöki mandátumára indul, megyei tanács elnöki mandátumára idén. És azt is elmondja nagyon sokszor, hogy az a baj a központi bukaresti kormányzással és politikával, hogy nem tudják, hogy merre kell tartani, inkompetensnek nevezte több ízben a kormányt. Miért nem vesz ön részt az országos politikában? Nézze, én parlamenti képviselő is voltam, hogyha az országos politikát jelent, és azt gondolom, hogy mégis helyi, megyei szinten értelmesebb, hasznosabb dolgokat lehet végigvinni egy olyan típusú, egy olyan karakterű embernek, mint amilyen én vagyok. Ezt az elmúlt 15-16 évben azt gondolom, hogy bebizonyítani, nem tudom, hogy bizonyítottam-e be, mert az egy erős kifejezés lenne, de tettem érte, hogy ezt be is tudjam bizonyítani. Nézze, most ugye, hogyha megszámoljuk, akkor 33 év alatt Romániában 34 miniszterelnök volt. Tehát képtelenség, tehát fizikai lehetetlenség, politikailag is képtelenség, hogy 34 miniszterelnök 33 év alatt jó irányba tudja fejleszteni az országot. Meggyőződésem, hogy egy adott időszakon belül az állandóság, egy hosszabb kifutási idő egy-egy vezetőnek, egy-egy vezető politikusnak, akár lehet az polgármester, megyei elnök, akár miniszterelnök, szükséges ahhoz, hogy végig tudjon vinni dolgokat. Sokan megkérdeztek tőlem többek között Magyarországon, meg máshol is, hogy Romániában miért nem épülnek autópályák. Romániában nem tudnak autópályák épülni, mert képzelje el, hogy 33 év alatt 33 közlekedési miniszter volt, és 34 miniszterelnök. Tehát nem lehet 2 hét alatt elkészíteni egy hosszú távú tervet, aztán utána azt közbeszerezni, és utána végig is vinni. Azért, mert mindenkinek újabb és újabb ötletei vannak, és ahogy elnézem, egyre rosszabb és rosszabb ötletei vannak ott Bukarestben. Nem akarom a saját vackomat fényezni, de addig, amíg az RMDSZ benne volt a kormányban, nem olyan rég 2,5 éven keresztül, addig például sokkal kiszámíthatóbb volt egyrészt a politikai élet is, és másrészt a fejlődés és a haladás is, és nem csak azokon a területeken, ahol jó minisztereink voltak, legyünk őszinték. Tehát visszasírja ma mindenki Váma Vegyetől Szatmár Németiig, mindenki visszasírja Cseke Attila fejlesztési minisztert. Mindenki felnézett, még akkor is, hogyha bírálták, Táncos Barna környezetvédelmi miniszterre. A parlamentben akkor, amikor Kelemen Hunor megszólalt, vagy megszólal, elcsendesedik az egyébként cirkuszos kupola. Azért, mert van mondani valója, mert értik, érzik azért, hogy van, bár 6,5%-nyi közösség vagyunk, mégis több erőnk van, vagy a szavunk erősebb annál a 6,5%-nál. Ezért persze vannak, akik a vesztünket éhezik, mert irigyek erre. Vannak, akik elismerik, és a többség, vagy egy jó nagyon nagy része pedig a vesztünket éhezi.
Elnök úr, egy záró gondolat erejéig térjünk vissza Háromszékre, és pedig a háromszéki közösségre, családokra, hogy legyen akinek dolgozni, akinek mindezt a fejlesztést elvégezni. Fogalmazza meg nekünk, és hát nem csak nekünk, hanem ennek a közösségnek, amelynek része vagyunk, hogy miért jó ma Háromszéken élni? Nézze, Székelyföld, nem csak Háromszék, hanem Székelyföld ebben a pillanatban, egész Európában azt hiszem, hogy a biztonság és a nyugalom szigete. Tessék megnézni, hogy mi folyik körülöttünk, akár Ukrajnát nézzük, akár Olténiát nézzük, Krajovica, tehát van Krajován egy olyan városrész, ahol 40 ezer olyan társadalmi réteghez tartozó személy lakik, ahova nem mernek még a csendőrök sem bemenni. Tessék megnézni, mi történik Nyugat-Európában, Franciaországban, Németországban, Hollandiában és máshol. Én azt gondolom, hogy ma Székelyföldön sokkal nyugodtabb, kiszámíthatóbb és gazdaságilag is talán jobb az élet, akár mint Magyarországon. Ezért jó Székelyföldön, Háromszéken élni. Azt tapasztalom, mondta egy olyan kézdivásárhelyi ismerősöm, akinek szállítmányozási vállalata van, és bútorok szállításával, családok költöztetéseivel is foglalkozik, hogy megsokasodtak azon családok száma, akik Nyugat-Európából hazaköltöznek Háromszékre. Tudja miért? Azért, mert akkor, amikor a 6-7 éves gyereket el kell venni iskolába, és ott kell hagyni egyedül, Németországban vagy Franciaország vidékén, vidéki településein, akkor az édesanyák vagy az édesapák nem merik ott hagyni a gyereküket az iskolában. Ezzel párhuzamosan út, híd, csatorna, kórházfejlesztés mellett oktatási intézményeinket is fejlesztettük. És rájöttek azok a szülők, hogy biztonságosabb a gyerekük nevelése idehaza, egyébként viszonylag korszerű iskolában, ott, ahol még a nagyszülők élnek, ott, ahol még vidéken élhető az élet, és ott, ahol nem robbantanak, nem gyújtogatnak, és nincsen fizikai agresszió, ott biztonságosabb az élet. Na ezért jobb Háromszéken és Székelyföldön. Zárjuk is ezzel a gondolatot, biztonságosan és élhető környezetben, így legyen ez a következőkben is. Én sikeres évet, eredményes munkát kívánok Önöknek, köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen, remélem még évvégéig azért találkozunk. Így legyen. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak, legközelebb holnap este itt a 24 pluszban várjuk Önöket. További szép estét, a viszontlátásra.